Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm főtisztelendő megyéspüspök atyámat ezen a jeles eseményen Dánban. Na de mondd hozzá minden, hogy milyen minőségben vagyok itt. Akkor most menjünk sorba, vagy előre lépjünk? Hát lépjél előre mindjárt, hogy államtitkár úrral együtt bemutassál minket. Hát most leízzadtam. Hát mi vagyunk a fő védnökök, nem, államtitkár úr? Hát ezt nehogy kifelejtsd. Mondhatod tovább. De minek a fő védnökei, azt azért elmondanám, azt hiszen mondani. Ez a kenyér és a bor, ott a kultúra ünnepe keretében a 9. egyházi és világi borok versenyének a rendezvénye, és a versenyre 58 borászat, illetve pincészet 173 bormintával nevezett be, azért ez fontos elmondani. És köszöntöm Önt, most jön a lényeg, mint ennek a rendezvény sorozatnak az egyik fővédnökét és Cerván György államtitkár urat, országgyűlési képviselőket. Szeretettel köszöntöm a megjelent polgármestereket, köszöntöm főtisztelendő Ferenc Antal Gyergyó Csomafalvi plébános atyát, és köszöntöm a testvértelepülések delegátjait, Luka nényéről, Gyergyó Csomafalváról, Baktalóránt házáról, Ráckevéről. Ennek a borversenynek az eredményhirdetése majdnap elérkezett. Isten adja, hogy ez a közös együttlétünk, ami előttünk áll, ez gazdagítson minket szeretetben, hogy ez a közös áldozat bemutatás is erősítse a testvéri és szeretetteljes kapcsolatunkat, és erre kérem főtisztelendő megyés püspök atyát, hogy értünk, szeretteinkért, családjainkért mutassa be ezt a szentmiséget, és Istenhoz köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntlek mindnyájatokat. Nagy tisztelettel és örömmel államtitkár urat, polgármester asszonyokat, urakat, mindnyájatokat, akikkel ma ezen a szép ünnepen együtt lehetünk. Természetesen nagy örömmel köszöntöm a borlovagrendnek a képviselőit, a népviseletben megjelent kedves testvéreket, mindnyájatokat. A nyár végéhez közeledtünk. Elérkeztünk a hálaadásnak a napjaihoz, hogy megköszönjük az új kenyeret, megköszönjük a szőlő csodáját. Az Úristen szín előtt állunk ezzel a hálatelt lélekkel, és keressük az ő szándékát, hogy mit vár tőlünk, hogy az ő szándéka szerint szép legyen az életünk, jövője legyen a mi népünknek. Hittel, imádsággal fordulunk az Úristen felé. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! És a mielőtt megkezdenénk az ünnepi szentmisénket, tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, tegyük le mindazt a terhet, ami fájdalommal, bánattal tölt el bennünket, és gondolunk itt a békétlenségnek mindenféle megnyilatkozására, hogy megtisztítson bennünket az Úristen, és jóra törekvő választott népévé tegyen. Gyónom, ha mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtele Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Imádkozzunk. Istenünk, irgalmasság atya, egyszülött fiad a keresztfán, anyját a boldogságos Szűz Máriát a mi anyánká is tette. Add kérünk, hogy a szűzanya szerető közbenjárására
egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utótoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben mennyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt a tanítványaival együtt a mennyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte. Nincs már boruk. Jézus hozzáfordult. Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat. Tegyétek meg, amit mond. Áltott hat nagy kőkors a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik két vagy három mérős volt. Jézus megparancsolta nekik. Töltsétek meg a korsókat vízzel. Színültig megtöltötték. Akkor azt mondta nekik. Most merítsetek, és vigyétek a násznagynak. Vittek neki. A násznagy megízlelt a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hivatta vőlegényt és szemére vetette.
Minden ember először a jó bort adja, s csak miután megittasodta, akkor az alávalót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Ezután lement Kafarnaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival. Néhány napig ott maradtak. Ezek az evangélium igéi. Ismételten sok szeretettel köszöntlek mindnyájatokat. Az énekkar gyönyörű énekét hallva egy kicsit a zsámboki ünnep hangulata is visszaidéződik a lelkemben, vagy akár éppen Nyársapáton, vagy Luka nénjén is lehetnénk. Nagyon örülök, hogy újra találkozhatunk. Eszembe jut egy kedves, felejthetetlen élményem még plébános koromból, amikor ott Esztergom és Visegrád között, az én kedves falumban, Pilismaróton, egy ilyen augusztus végi napon elhívott engem a templom gondnokunk, a kedves, drága Pista bácsi, hogy nézzem meg a szüleit. Ma is a szemem előtt van minden kis mozzanata ennek a találkozásnak, ennek a jelenetnek. Kerékpárral mentünk le a Dunapart közelébe levő szőlőjéhez. Oda támasztotta szépen a kerítéshöz a bicikliét, aztán az én is, enyémet is. Utána végigmentünk a szőlősorokon. Szó szerint megsimogatta a gyönyörű szőlőfürtöket. Minden mozdulatában ott volt az a szeretet, az a hálatelt lelkület. Ennek a hívő embernek a szívéből ez sugárzott, ahogy hálát ad az Úristennek a teremtés csodájáért. Aztán volt egy kis kunyhója, ott a kunyhóból előhozott mindenféle alkalmatosságot, a kis tisztáson az ő kedves mozdulataival tüzet rakott, ilyen pici kis fadrapkákat összeillesztetett egy szál gyufával szépen meggyújtotta, és hogy gyönyörködött a tűzben. Aztán előkerült a kenyér, a szalonna és a boros üveg. És hogy ott ültünk a szőlő kertben, szőlős kertjében, az ő kedves, szelíd hangján azt mondja, tisztelendő úr, ugye milyen szép ez? Az Úristen gondoskodik rólunk. Itt a friss kenyér, amit keresztel megjelölt, megszelt, itt van a szalonna, és itt van ez az áldott bor. A Jóisten gondoskodik rólunk, és én mindig olyan örömmel jövök ide a szőlőmbe, mert közel érzem magamat az Úristenhez. Kedves államtitkár úr, polgármester asszonyok, polgármester urak, kedves lovag testvérek, mindnyájan, akik ma itt vagytok. Ugye érzitek, hogy mi is ezen az augusztus végi falunapon, itt Dányban ezért vagyunk együtt. Ezen a csodálatos, szép, napsütéses augusztusi napon, hogy az Úristennek megköszönjük az ő gondoskodó szeretetét, és észrevegyük a búzanak csodáját, megsokszorozva újra learadtuk a kenyérnek való gabonát, érik a szőlő, és már a tavalyi bornak a zamata is ott van a szájunkban. Nagyon örülök ennek a kedves kezdeményezésnek, ennek a borversenynek,
És hát ez csak úgy csöndesen elárulom nektek, hogy nekem is van egy ilyen gyönyörű, szép lovagrendi medáliám, amit még annak idején Esztergomban kaptam. A 2000-es esztendőben engem is lovaggá avattak, borlovaggá, és erre nagyon büszke vagyok. Semmiféle más lovagrendnek nem vagyok a tagja, és erre nagyon büszke vagyok. Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk ezért a sok csodáért, és ahogy az evangéliumban hallottuk Jézus édesanyját, az üzanyát, kérjük, hogy legyen velünk a hálaadásban, és tudjuk mi is rábízni az Úristenre a gondoskodó csodáját, amit Jézus ott tette a kánai mennyegzőn, adott jó bort a derűs, vidám násznépnek, és rajta keresztül akarjuk megérteni az Úristennek a szándékát, akaratát, ahogy a Szentleckében, a római levélből olvastuk, hogy megértsük az Úristen akaratát. Hogy megértsük, mi a jó és mi a helyes. Hogy hogyan gazdálkodjunk a föld gyümölcsével, az áldott kenyérrel és az áldott borral. Államtitkár úr, hadd legyek egy kicsit személyes, mindig olyan örömmel hallgatjuk, amikor a televízióban, rádióban, ami mai magyar mezőgazdaságunknak a gondjairól és a reménységéről hallunk. Én azt hiszem, hogy ez a mai ünnep is mindnyájunk számára alkalom arra, hogy megértsük az Úristennek az akaratát, hogy mi a jó és a helyes. Hogy háladással nézzünk körül ebben a csodálatos világban, megbecsüljük, észrevegyük a búzamag törvényét, a szőlőtő csodáját, és jó testvérként közösségben tudjuk megosztani, megtörni a kenyerünket, és kocintani egymás egészségére. Olyan fontosnak érzem ezt, hogy újra és újra megtaláljuk az együtt gondolkodást, a harmóniát a Teremtő Istennel. Amikor a szentmise elején azt mondtam, hogy a fájó hírektől és az élményektől vezettetve bűnvallást teszünk. Mert minden háborúságnak, minden rossznak, ami van ebben a világban, egyetlen oka van: az önzés, az irigység, a féltékenység, a telhetetlenség. És az Úristen Jézus Krisztusban éppen arra akar vezetni bennünket, hogy mi testvéri szeretettel tudjuk megosztani a föld gyümölcsét. Nem lenne éhező ember, és nem kellene, hogy a világban legyenek elüldözött emberek, legyenek magányos emberek, mert mindennek, mindenre lehetőségünk van, hogy egymásról gondoskodjunk. Ezen a mai ünnepen jó Istennek megköszönjük az ő gondoskodó szeretetét, vállaljuk a becsületes munkának a fáradtságát, azzal a tudattal, hogy a Teremtő Istennel így lehetünk mi munkatársak, amikor megműveljük a földünket verejtékkel, becsületes munkával, hogy utána hálaadással tudjuk a föld termését és gyümölcsét az asztalunkra tenni, és vendégségbe meghívni egymást. Testvérként asztalhoz ülni, és derűsen egymás szemébe nézve kocintani egymás egészségére. Hát erre hívlak ma benneteket ezen az ünnepi szentmisénken, erre a hálaadásra, erre a reménységre, és kérni a Szentlélek Úristent Jézus szándéka szerint, hogy jó testvérként, derűsen, szépen, reménykedve tudjuk a jövőt építeni itt ebben a kis országban,
ebben a kis hazában, és úgy örülök, hogy itt vagytok, onnan az Ipolyon túlról is, meg egy kicsit Erdélyország is képviselve van, hogy együtt tudjuk átélni a testvéreknek az örömét, a jó testvéreknek a boldogságát, az Úristen népének a reménységét. Amen. És most álljatok föl valamennyien, hogy az Úristennek az áldását kérjük a borra, amit most ide készítettetek az áldozati asztalra. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, ajándékozó kezeddel áld és szenteld meg ezeket a borokat. Áld meg mindazok munkáját, akik dolgoztak és fáradoztak, hogy ez a nemes ital asztalunkra kerüljön. Áld meg és oltalmazd mindazokat, a benned hívőket, akik ezekből a borokból fogyasztanak. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus, a mi Urunk által. És most együtt imádkozzunk mennyei atyánkhoz, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk, aki Kánában a vizet borrá változtatta. Addodunk, hogy szent atyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt. Addudunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját, aki szükségeinkben gondviselünk és segítségünk. Addudunk, hogy a testvértelepülések továbbra is szép és tartalmas együttlétek által őrizzék és ápolják közös keresztény értékeinket. Addudunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is. Addudunk, hogy családjaink egymást önzetlenül szeressék, és segítségüket soha ne vonják meg a rászorulóktól, hogy ezáltal is boldogok legyen az életük. Mennyei atyánk, szent fiad a kánai csoda által is megmutatta szeretetét az emberek iránt, és mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust, aki nekünk életünk és üdvösségünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, és változtasd üdvösségünk szentségévé. Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből és a boldogságos Szűz Máriának szerető segítségével szívünk ránkra jobban nyom, és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforjon. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a lelkedet. Emeljük fel szívünket, feledjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünk. Hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos Szűz Mária ünnepén méltó hála énekkel magasztaljunk téged. Ő szent igédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült igédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, gyermekévé fogadott minden embert, aki Krisztus halálában örök életre születtek. És amikor az apostolok a megígért szent lelket várták, velük együtt imádkozott Mária, és így lett az imádkozó egyház példaképe. Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti a zarándok egyházat, az örök hazafelé irányítva annak lépteit, amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és énekszóval zengjük.
Valamennyien álljatok fel, és így akarjuk tisztelettel, hálával átélni azt a titkot, csodát, amit Jézus az utolsó vacsorán rendelt értünk. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesüljünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik a testvér kapcsolatokért sokat tesztek, tettek és tesznek. Akik irgalmadba bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. És most ismét fennállva együtt imádkozzunk, ahogy Urunk Jézus tanított imádkozni, és ahogy mi magyarok Szent István óta így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Thank you.
könyörgjünk! Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. Estve kérünk, hogy Szűz Mária, édesanyai oltalma alatt, egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szentlélek kiáradásával az egész földkerekséget betöltse. Krisztus, a mi Urunk által. Megköszönöm a tanítást Püspök atyának, megköszönöm a püspöki szolgálatát, és azt gondolom, hogy a szervezők nevében invitálhatok mindenkit szeretettel a nap következő programjához. Átvonulunk szervezett, rendezett formában az iskola udvarba, és ott folytatódik ez a közös szép együttlét. Mindenkinek nagyon sok élményt kívánok ezekre az órákra. És köszönjük Püspök atya, hogy eljött közénk, és velünk együtt ünnepel. Kérjük, maradjon még továbbra is velünk, hogyha teheti. Én is köszönöm a meghívást még egyszer. Igen, ígérem, egy kicsit itt maradok köztetek. És csak befejező gondolatként mondom azt, hogy amikor megköszönjük a mindennapi kenyeret, megköszönjük asztalunkon a bort, akkor ezt az eukarisztikus közösségben Jézus jelenvaló szereteteként éljük át. Ma is velünk volt, és kérjük, hogy maradjon velünk, és segítsen szépen élni, segítsen testvérként építeni a jövőnket. Erre kérjük az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek, és a szeretettel, legyen áldott az Úr neve, most is mindenképp, segítségünk az Úr nevében, ami a szeget és a földet alkotta, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenben.